Lázmérés és készfertőtlenítés. Ezek az óvintézkedések előzték meg a Magyar Vöröskereszt által szervezett délutáni véradást az Abanovák Agóra Kulturális Központban. Az eseményre több mint 40-en látogattak el. Egy hónapot kihagytunk itt az Agórában a rendszeresen szervezett véradásainkban. Márciusban a intézményi bezárások miatt itt nem tudtunk véradást szervezni. Most viszont áprilisban, szerencsére a megszokott időpontban, a hónap utolsó hétfője délutánján az önkormányzat, mint fenntartó hozzájárult, hogy az Agóra kinyitásra kerüljön, kizárólag a véradó esemény megszervezése miatt. És örömmel tapasztaljuk, hogy a rendszeres véradóink itt vannak, és a hívószavunkra jöttek. Az egészségügyi intézmények vérkészítményekkel való ellátása folyamatos feladat, melyhez elengedhetetlen a véradók segítsége, hiszen az emberi vér csak emberi vérrel pótolható. A mai véradáson volt, aki a családi hagyományokat követve érkezett, és volt, aki először jött el, mert segíteni szeretett volna a rászorulókon. Apukám is ugye már majdnem százszoros véradó, vagy körülbelül annyi, és mindig is felnéztem rá egyébként, hogy ez egy annyira szép gesztus, és ez mégiscsak egy ilyen nagy dolog szerintem, hogy vért adni, és mindig nagy álmom volt, hogy 18 eszek és vért adhatok. Én most vagyok itt először, szóval első véradásom lesz. Sok barátom, meg családtagom is ad rendszeresen vért, ezért akartam igazából én is mindig vért adni, mert tudom, hogy ez erre szükség van. A Vöröskereszt megyei szervezete minden véradónak a járványra való tekintettel mini védőeszközcsomaggal köszönte meg, hogy a válságos időszakban is segítette a vérkészítményekre szoruló betegeket. A kihelyezett véradáson túl a Tószegi úti területi vérellátó intézetben minden nap várják a véradókat.